Meghalt két magyar beteg a koronavírus fertőzés miatt, egy 79 éves és egy 68 éves férfi, ezzel háromra nőtt az áldozatok száma. Heteken belül új költségvetés kerül a kormány elé, ami a jövő évet is érinti, mondta Varga Mihály az Egyenes beszédben. A miniszterelnök szerint nem igaz, hogy nincs elég maszk vagy teszt Magyarországon. És visszavonja pályázatát és befejezi a munkát a Víg Színházban Eszenyi Enikő, a társulat fellélegzett a döntés után. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Meghalt két idős beteg a koronavírus járvány miatt, egy 79 éves és egy 68 éves férfi. Ezzel háromra nőtt az áldozatok száma Magyarországon. A reggeli adatok szerint közben 85-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, karanténban 116-an vannak. Az új betegek között van egy iráni állampolgár is, de a többiek magyarok. A vírussal foglalkozó hivatalos magyar oldalon azt írják, a járvány a második, vagyis a csoportos megbetegedések szakaszához érkezett, amikor közösségben személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Ez azt jelenti, hogy már Magyarországon is bárhol ott lehet a vírus. A súlyos állapotban lévő embert kezelnek intenzív osztályon koronavírus fertőzés miatt, közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a teszteket az Egészségügyi Világszervezet eljárásrendje szerint végzik el. A szakember úgy fogalmazott, az utolsó óráiban vagyunk annak, hogy tehetünk a tömeges fertőzés ellen. Én vagyok az első. Kora reggel már ülésezett az operatív törzs a belügyminisztériumban. Éjszakai helyzetet tekintjük át, remélem, hogy az éjszaka működött a határzár és a határőrizet, és abban is bízom, hogy a humanitárius folyosókon, akiknek kellett, azok át is jutottak. Napról napra nő a fertőzöttek száma Magyarországon. Az országos tiszti főorvos szerint hamarosan csoportos megbetegedésekre kell számítani. Eddig több mint 2300 tesztet végeztek el. A laboratóriumi vizsgálatokat továbbra is a WHO definíciónak és az elvárásoknak megfelelően végezzük. A mai ajánlást reggel olvastam. Minden gyanús esetet javasol a WHO laboratóriumi vizsgálattal megerősíteni. A szakember azt is kiemelte, hogy ha valaki megfertőződik koronavírussal és nem szorul kórházi kezelésre, akkor otthon is felgyógyulhat. Az esetek 80-85%-a enyhe tünetekkel átvészeli ezt a megbetegedést, nekik nem kell intézménybe vonulniuk. Ugyanakkor elkülönülten kell, hogy tartózkodjanak, hiszen mást ne fertőzzenek meg. A hatóságok továbbra is fokozottan ellenőrzik, hogy mindenki betartja-e a házi karantént. Eddig több mint 3000 embernél rendeltek el házi karantént, de a hatóságok több abszurd esettel is találkoztak. Volt, aki egy orvosi rendelőben viccelődött azzal, hogy megszökött a karanténból. Volt egy hölgy, aki egy pénzintézetbe bement, és kérte, hogy engedjék a sor elejére, mert hogy ő hatósági házi karanténban van. Aztán volt olyan hölgy, aki a rendőrségen feljelentést tett, mert elvesztett, vagy bejelentést tett inkább, mert elvesztette a pénztárcáját, és a jegyzőkönyv felvételével egy időben kiderült, hogy egyébként ő is hatósági házi karanténban kellene, hogy tartózkodjon. Az operatív törzs továbbra sem tett javaslatot kijárási tilalom bevezetésére, vagy városok, városrészek lezárására. Zuhanunk, ezt Varga Mihály mondta a magyar gazdaságról az Egyenes beszédben. A pénzügyminiszter szerint nincs olyan ország Európában, amelyik a koronavírus miatti gazdasági zuhanórepülést meg tudta volna állítani. A tárcavezető úgy véli, a meghozott lépések egyelőre elegendőek, és a további intézkedéseket a kialakult helyzethez fogják igazítani. Varga Mihály úgy látja, hogy a családok jelenleg tudják finanszírozni magukat, így most nincs napirenden például az ellenzék által javasolt családi pótlékemelés. A pénzügyminiszter azt mondta, heteken belül elkészül az új 2020-as költségvetés. A tárcavezető szerint a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet nagyjából 3000 milliárd forintot érint a költségvetésben, és további forrásokra lesz szüksége a gazdaság újraindításához. A költségvetés, ami még 2019 folyamán készült egy jóval optimistább és egy normál gazdasági állapotra, az most már azt gondolom, hogy ad acta, tehát az tartalmon kívül van.
újat kell csinálni, meg kell teremteni azoknak a forrásoknak a fedezetét, amelyek a védekezést és majd a gazdasági újraindítás folyamatát szolgálják. Ezen dolgozunk most, ez nem csak 2020-at, hanem szerintem 2021-et is fogja érinteni. Kész a katonai terv a járvány elleni védekezésre, millió számra van maszk, az orvosaink nagy koponyák, és ez felvillanyozó. Ezt mondta reggel az állami rádióban a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint az ország még nem jutott el a tömeges fertőzöttség fázisába, de ez nem kerülhető el. A cél a járvány terjedésének lassítása, hogy az egészségügyi ellátórendszer képes legyen a betegek befogadására és ellátására. Orbán Viktor azt is mondta, nem igaz, hogy nincs elég maszk vagy teszt. Hozzátette, ha tömeges lesz a járvány, sorrendben osztják ki a maszkokat, és az egészségügyi dolgozók, valamint a közszolgálatban dolgozók részesülnek majd előnyben. Több százezren is munkanélkülivé válhatnak a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés miatt, ezt Gulyás Gergely jelentette be. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint most az a legfontosabb, hogy a lehető legtöbb munkahelyet sikerüljön megőrizni. Gulyás Gergely szerint ugyanakkor vannak olyan szektorok, amelyek gyakorlatilag leálltak. A kormány ezért olyan gazdaságélénkítő lépéseket tervez, amelyek a kis- és középvállalkozásoknak segíthetnek a termelés felpörgetésében. Százezres munkanélküliséggel számolunk, az a kérdés, hogy hány százezres lesz. Súlyos gazdasági hatásokkal számol a kormány a koronavírus járvány miatt. Éppen ezért Gulyás Gergely szerint most az az elsődleges cél, hogy a lehető legtöbb munkahelyet sikerüljön megőrizni. Ma az a közös érdek, hogy akinek lehet, bármilyen formában a munkaviszonya maradjon meg. Ezért a vészhelyzet idejére eltérést engedünk a munkaügyi szabályoktól, és szabad megállapodás, a munkáltató és a munkavállaló szabad megállapodásának tárgya, hogy miként fogja a munkaviszonyt módosítani. A miniszter példaként a 2008-2009-es válságot hozta fel, amikor egyes cégek például 4 napos munkahétre álltak át. Akár fizetéscsökkentés is lehetséges, ha így megőrizhetőek a munkahelyek, fogalmazott Gulyás Gergely. A miniszter szerint 100 milliárdokban mérhető az, hogy egyes szektorok, mint például a turizmus, teljesen leálltak a járvány miatt. Éppen ezért több lépést is terveznek a későbbi gazdaságélénkítés érdekében. A jegybankkal is egyeztetve lesznek olyan intézkedések, amelyek a vállalatok számára, különösen a magyar tulajdonú kis és közepes vállalatok számára pénzbőséget teremtenek, és ezzel segítik azt, hogy akár hitelfelvétel formájában, akár közvetlen támogatások formájában a gazdasági aktivitásukat, tevékenységet fenntartsák. Gulyás Gergely szerint csak az üzletek délutáni bezárása heti szinten 140-160 milliárd forintos kiesést jelent a költségvetésnek. Felügyeletet jelent ezen cégek felett. A miniszter beszélt arról is, hogy a honvédség azért felügyel 140 céget, hogyha leállnának, akkor katonai irányításra lehessen őket működtetni. Olyan cégekről van szó, amelyek kritikus infrastruktúrát működtetnek. Péntektől pedig katonák is járőröznek az utcákon. Az ATV kérdésére azt mondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy kijárási tilalom miatt lenne rájuk szükség. Ha ilyen döntés születne, akkor természetesen ebben a katonaságnak is segítkeznie kellene, egyelőre ilyen döntés nem született. Azt látjuk a jelenlegi helyzetben indokoltnak, hogy a biztonságot és magát a biztonságérzetet is a lehető legnagyobb mértékben növeljük meg. Ehhez az, hogy ha a katonák is az utcán vannak, az helyes és indokolt. Arról nem is beszél, hogy egyelőre nem látjuk, hogy kell-e olyan intézkedéseket hozni, ahol pedig elkerülhetetlen az ő utcai jelenlétük. A miniszter azt is elmondta, hogy új akciócsoportot hoztak létre, amely az adományokat koordinálja és fogja össze. A testület vezetője pedig Révész Máriusz lesz. Reggel 8 órától Szerbia valamennyi határátkelőjét lezárta a belépő személyi forgalom előtt a koronavírus járvány miatt, közölte a rendőrség a honlapján. Az intézkedés mindenkire vonatkozik, állampolgárságtól és az átkelőhely típusától függetlenül. A közlemény szerint a teherforgalomban további korlátozást nem vezettek be, a teherautók átléptetése továbbra is folyamatos. Közel kétszeresére emelkedett a csirkemell kilónként jára az elmúlt napokban, de volt olyan hentes is, ahol 3-szor annyiért lehetett kapni, mint a koronavírus előtt. A kereskedők azt mondják, az áruhiány miatt emeltek az árakon. Míg a forgalom közepes, a baromfiú sára kifejezetten magas volt csütörtök délelőtt ezen a fővárosi piacon. A nézőnk által készített felvételen jól látszik, ennél a hentesnél 2098 forintért árulták a csirkemell kilóját. A kereskedő azt mondta, azért emelt árat, mert nem kapott elegendő árut. Ma például nem kapott baromfit.
Ez még nem is számít drágának, hiszen egy közösségi médiában terjedő kép szerint volt, hogy ugyanitt közel 2800 forintért adták a mellkilóját. Noha pár héttel ezelőtt ugyanez csak 1000-1300 forintba került. Voltak ellátási akadozások és problémák, és ezt bizonyos piacokon meg is próbálták kihasználni az élelmes kereskedők. A Baromfi tanácselnök igazgatója szerint az ellátási probléma abból adódott, hogy a közétkeztetés megszűnése után a legtöbben otthon kezdtek el sütni, főzni, és a készleteiket is felhalmozták. A legkésőbb a jövő hét folyamán zökkenőmentesen át tud állni a kereskedelem is arra, hogy mindig megfelelő mennyiségű baromfi hús legyen a pultokba, és ezen kívül azt gondolom, hogy talán ez a pánik felvásárlási hullám is véget ér. Nem csak a baromfiára emelkedett a megnövekedett kereslet miatt. Míg az egyik weboldalon készlethiány van a 230 forintos maszkból, a másik webshopban ugyanazt közel 4000 forintért árulják. A gyógyszertárakban pedig már szinte egyáltalán nem kapható. Visszajelzést kaptunk arról, hogy ez érkezni fog. Konkrét időpontot, hogy mikor juthatnak maszkokhoz, azonban nem kaptak a gyógyszertárak a döntéshozóktól. Sok helyen a gyógyszerekből is hiány van, de itt is csak logisztikai gondokról van szó. Ahhoz, hogy a gyógyszertárban ez ténylegesen hozzáférhető legyen, ezeknek meg kell, hogy történjen a kiszállítása a gyógyszertárban pedig ugye eladható készletben kell helyeznie az ott dolgozóknak. Ez a folyamat az, ami leterhelődött azzal, hogy egyik napról a másikra 3-3,5-szeresére megnőtt a gyógyszerigény. A Gyógyszerészeti Intézet a honlapján a gyógyszerhiányokkal kapcsolatban egy nyilvános adatbázist tett közzé arról, hogy mely készítmények azok, amelyek éppen nem elérhetőek. Arra is tesznek javaslatot, hogy milyen helyettesítő gyógyszerrel oldható meg a terápia. A győri Audi gyárban hétfőtől leáll a termelés, de a cég közleménye szerint nem lesznek elbocsátások. Azt is hozzáteszik, hogy előbbre hozzák a májusi prémiumok kifizetését, hogy a dolgozók könnyebben át tudják vészelni a járvány miatt kialakult helyzetet. A cég a leállást 2 hetesre tervezi. Nem csak az Audi, hanem valamennyi magyarországi autógyár, az Opel, a Suzuki és a Mercedes is felfüggeszti a termelést az üzemekben hétfőtől. Több megkeresés is érkezett a pedagógusok demokratikus szakszervezetéhez arról, hogy a tankerületi központok azonnali hatállyal elküldik a megbízási szerződéssel foglalkoztatott tanárokat, írja a Népszava. Nagy Erzsébet, a PDS pécsi ügyvívője a lapnak azt mondta, a panaszok jelentős része olyan tanároktól érkezett, akiket napközis ellátásban foglalkoztattak, de voltak a menesztettek között szaktanárok is. A Klebersberg központ a lapkérdésére azt válaszolta, hogy a tankerületi központok önállóan dönthetnek, hogy szükséges a megbízással foglalkoztatottak szerződésének fenntartása. Ugyanakkor hozzátették, hogy ebben a nehéz időszakban a klik célja is az, hogy senki ne maradjon jövedelem nélkül. Hétfőn elindult a digitális oktatás, híradónk egy pécsi és egy budapesti órán is részt vett. Az általunk megkérdezett tanár azt mondta, először megijedt a kihívástól, de már élvezi az új rendszert. Szerinte nincs gond a feleltetéssel sem, és az érettségére is fel tudják készíteni a diákokat. Egy dolog miatt járok iskolába, illetve kettő, hogy megtanuljam a dolgokat, meg hogy találkozzak a barátaimmal. Én pedig csak azért, hogy találkozzak a barátaimmal, de van úgy, hogy néha nem szeretnék egyáltalán velük találkozni. Viki és Barna ikrek, 8 évesek és Pécsen tanulnak. Reggel felkelünk, akkor belépünk a krétába, és megnézzük, mit küldtek. Anya felolvassa a tantárgyakat, mi bejelöljük, mit kell csinálni, utána meg önállóan megcsináljuk, és utána anyának felmondjuk, anya meg leellenőrzi és aláírja. Oké, akkor felolvasom a verset, ami a tankönyvben is megvan. Van mindenkinek tankönyve? 11/2. Nem már kinyitni, de most anélkül is megvagytok egyelőre, mert mutatni fogom a szövegét a versnek. Ez már a budapesti ELTE Radnóti Miklós gyakorló gimnázium irodalom órája, ahol egy óra ugyanúgy 45 perces, a diákok figyelnek, a tanár pedig, mintha az iskolában lenne, minden gond nélkül leadja az anyagot. Itt meg szeretném kérdezni is, hogy valaki kapcsolja be a mikrofonját, hogy ugyanakkor viszont a hiába döngetek kaput falat milyen magyar mitológiai mondai hőst idéz, aki egy falat dönget? Igen? Hát, hogy nem Boton történetét, aki... Boton történetét. Az órát Arató László tartotta, aki híradónak elárulta. Először megijedt, mert nem tartja magát egy technikai gurunak, de közben izgalmasnak is találta a feladatot.
időzíteni lehet, hogy mikor jelenik meg a feladat, és meddig lehet megoldani és beküldeni. Ez az egyik dolog, hogy ezek a rendszerek, ezek a különböző osztályokban különböző anyagokat adnak be, és meghatározott idő alatt kell elvégezni. Ezeket nagyon sokféle teszt van beépítve ezekben a digitális osztálytermekben. Arató László azt is elmondta, hogy ő az online óráit az eredeti időpontban tartja, de sokszor a tanárok csak feladatokat adnak ki, ami nincs annyira időhöz kötve. Ezeket általában másnapra kell megcsinálni. Egy nap alatt 427-en haltak meg Olaszországban a koronavírus miatt. A halálos áldozatok száma eddig 3405, vagyis több, mint Kínában. A legtöbb beteget a kremónai kórházban kezelik. A helyzet egyre romlik, mert a személyzet tagjai közül is egyre többen kapják el a fertőzést. Róma és Párizs azt tervezi, hogy meghosszabbítja a járvány miatt bevezetett korlátozásokat. Angela Merkel német kancellár pedig azt mondta, Németország a második világháború utáni legnagyobb kihívással néz szembe. Szívszorító a látvány a kremonai kórház intenzív osztályán, ahol több idős beteget is kezelnek a koronavírussal. A betegeknek egyfolytában megy az oxigén, az ápolók különleges védőfelszerelésben vannak. Ebben a kórházban már csak koronavírusos fertőzötteket kezelnek. A helyzet egyre rosszabb, mert a személyzet tagjai közül is egyre többen betegek. Sokan meghaltak már itt, de vannak, akiket már hazaküldtünk, vagy más helyen lábadoznak. A betegek 70%-a túléli, sőt meggyógyul, mondta a kórház orvosa. Olaszországban szerdán minden eddiginél több, 475 fertőzött halt meg, ma pedig újabb 427. Ezzel 3400 fölé emelkedett a halálos áldozatok száma, vagyis meghaladta a kínai halottak számát. Németországban az emberek előzönlötték a parkokat, miután bezártak a szórakozóhelyek és az iskolák. A kancellár arra kérte a németeket, hogy tartózkodjanak a társas érintkezéstől. A második világháború óta nem állt az ország ekkora kihívás előtt. Ez komoly dolog, kérem vegyék komolyan, mondta a kancellár televíziós beszédében. Londonban tömegek állnak sorban a szupermarketek előtt, köztük sok idős. Az egyik helyen lögdösődés kezdődött, ahogy az emberek megpróbáltak már a nyitáskor bejutni. Némelyek még a kerekesszékeseket is félrelökik. A fiataloknak egy kicsit jobban kellene tisztelniük az időseket, mondta az egyik vásárló. Londonban a járvány miatt ritkában járnak a buszok és a metró szerelvények. Második Erzsébet királynő közben elővigyázatosságból a Buckingham palotából elhajtott a Windsori kastélyába. Az Egyesült Királyságban péntektől rendeltek el tanítási szünetet, ezt a miniszterelnök jelentette be. A betegség terjedése lassul, mi azonban mindent meg fogunk tenni a következő napokban és hetekben, akár szigorúbb intézkedéseket is bevezetünk annak érdekében, hogy együtt legyőzzük a járványt, mondta Boris Johnson. Közben megfertőződött a koronavírussal az EU Brexit ügyi főtárgyalója, ezt maga Michel Barnier jelentette be. Egyelőre nem tudni, hogy a járvány milyen hatással lesz majd a London és Brüsszel közötti tárgyalásokra. Az amerikai republikánusok az este beterjesztették a szenátusban azt az 1000 milliárd dolláros gazdaságélénkítő tervet, ami enyhíteni próbálja a járvány miatti gazdasági visszaesést. A terv elsősorban a kisvállalkozásokon segítene, de tartalmazza a Trump elnök által már korábban beígért pénzosztást is. Eszerint minden jogosult felnőttnek 1200 dolláros, azaz csaknem 400 ezer forintos csekket kézbesítenének. Emellé gyermekenként további 500 dollár járna. Közben Kaliforniában lakhelyelhagyási tilalmat vezettek be a vírus terjedésének lassítása érdekében. Visszavonja a pályázatát és befejezi a munkát a Vígszínházban, ezt a Facebook oldalán közölte Eszenyi Enikő. Azt írta, hogy arra az elhatározásra jutott, hogy saját maga és mások méltóságának megőrzése érdekében a Vígszínház vezetésére beadott pályázatát, annak ellenére, hogy a szakmai bizottság azt találta a legjobbnak, visszavonja. Az elmúlt napokban életem legnehezebb pillanatait éltem meg. Így kezdte Facebook bejegyzését Eszenyi Enikő, majd később azzal folytatta, úgy látja, egyesek nem tudnak megbékélni a személyével, majd pedig, hogy arra az elhatározásra jutott, hogy a maga és mások méltóságának megőrzése érdekében a Vígszínház vezetésére beadott pályázatát, annak ellenére, hogy a szakmai bizottság azt találta a legjobbnak, visszavonja, Vígszínházi munkáját befejezi.
Az Eszenyi ügy egy interjúval kezdődött február végén, amikor azt mondta a 24.hu újságírójának, hogy mélyen elítéli az erőszak minden formáját. Ebbe beletartozik a hatalommal való visszaélés és a mentális erőszak is. Erre jött a válasz a volt rendezőasszisztensétől, Fenyvesi Lilitől és Néder Panni rendezőtől, akik arról számoltak be, mennyire rossz a hangulat a Vígszínházban. Majd megjelent egy nyílt levél, amelyben a volt vígszínházi színészek kiálltak a jelenlegi tagok mellett, akik a hatalommal való visszaélés áldozatai. Híradónk ezután kereste meg Eszenyi Enikőt. Milyen itt a hangulat most a színházban? Nagyon jó. Készültek úgy a szokásos módon a Hamletre, és minden megy a maga útján, ahogy szokott menni. Ezután az is kiderült, hogy a társulat belső szavazásán 118 szavazatból 113-an Rudolf Péter pályázatát támogatták, és csak 5-en Eszenyi Enikőjét. Sorra jelentek meg a jelenlegi tagok nyilatkozatai is. Bölcsök Enikő híradónak azt mondta, nem marad a Vígszínházban, ha Eszenyi Enikő marad az igazgató. És Halász Judit is arról beszél stábunknak, lehet, hogy teljesen kiszáll. Erre így már nem kerül sor, de Csőre Gábor a Vígszínház szakszervezeti vezetője szerint Eszenyi Enikő későn lépett. Sokat könnyített volna a dolgon az, hogy, vagy esetleg talán számít volna abban, hogy ha ő beismeri azt, hogy mit tett, egy mondattal legalább utal rá, és bocsánatot kér. Még ha ő nem is, még hogyha talán úgy is fogalmazza meg, hogy talán nem tehet róla, vagy meg lehet egy bocsánatot úgy is fogalmazni, hogy finomabban, hogy nem veszed magadra az egészet, de ő nem tette meg. Mikor Néder Panit hívtuk, azt mondta, egy percet tudta meg, hogy Eszenyi Enikő lemondott, és mint fogalmazott, teljesen lesokkolta a hír. A rendező szerint Eszenyinek ez volt az egyetlen választása. Ez igazából tényleg nem egy bosszú hadjárat, meg nem az Enikő ellen szól, hanem hogy lehetőségünk van ezáltal egy kollektív gyógyulásra. És minden egyes levél, amit kaptam meg telefon, ez tulajdonképpen ezt erősítette meg. És hát ez hihetetlen, hogy mégis van remény arra, hogy az igazság ne csak kiderüljön és utat követeljen magának, hanem hogy eredménnyel is járjon ez az egész. Jelenleg két pályázó maradt a Vígszínház igazgatói posztjára, Csányi János és Rudolf Péter. A híradó után jön a Fórum Somos Andrással. Szervusz András, milyen témákat ajánlasz a nézőknek? Szervusz Anna, maradunk a legutóbb látott témánál természetesen. Bár ezzel kapcsolatban a délelőtti adásban csak SMS-eket kaptunk, viszont a koronavírussal kapcsolatban hát nyilván a nézők többsége érdeklődik. Számos üzenetben a meghozott rendkívüli intézkedésekről kérdeznek, de mi most arra koncentrálunk, amit a híradóban is láttak, ez az új 3000 milliárdos csomag, és hogy nálunk ugye a hivatalos szám szerint 85 beteg van, de amit ti is mondtatok, Anna, hogy Itáliában milyen súlyos a helyzet, és abból mik következnek. Na, ebből szeretnék, hogyha sokan levennék azt, hogy itt most egyáltalán nem babra megy a játék. Köszönöm szépen, András. Most tehát a híradónak vége, de azonnal kezdődik a fórum, ha tehetik, maradjanak velünk. Friss hírekkel legközelebb este 17:30-kor Holló Márta várja önöket. Én már megköszönöm a figyelmüket. Szép napot, szép hétvégét, viszontlátásra!